Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Fényelhajlás optikai rácsa. Kísérletünkben lézerfényt fogunk optikai rácson átengedni, majd megvizsgáljuk, hogy milyen fényt ad az itt elhelyezett termény. A rácson áthaladva a fény, mivel a rács szélessége elegendően kicsi, elhajlik. Egy fényforrásból indul ki az egyenesen haladó, illetve az elhajlott fénysugár, ezért ők koherensek, így interferenciára képesek. Maximális erősítés akkor fog létrejönni, ha találkozó két hullám útkülönbsége lambdának egész számú többszöröse. Ezt fogjuk majd megkeresni az ernyőn. Lemérjük a rácsunk és az ernyő távolságát, valamint az eltérítés távolságát. Ebből a két adatból kiszámítjuk az eltérítés szögét. A útkülönbséget ebből az eltérítés szögéből, illetve a rácsállandóból fogjuk meghatározni. A rácsállandó nem más, mint két résnek a távolsága. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy a rácsokon általában közlik, hogy mennyi a vonalkák száma. Ezen a rácson 200. Ami azt jelenti, hogy 1 mm-en 200 rács található. Tehát a rácsállandó 1/200 mm lesz. A pontosabb mérés érdekében különböző távolságok esetén fogjuk megnézni az elhajlást és kiszámolni ennek a lézernek a hullámhosszát. Az ernyőnk centiméter, illetve milliméter skálával van ellátva, így megkönnyíti el a olvasást. Különböző távolságokat fogok beállítani, és megnézzük, hogy mennyi lesz az eltérítés. Az első távolság, amit beállítok, az 30 cm. És még középre állítom. És megnézzük az eltérést, ez pontosan 4 cm. Csökkentsük az L-nek a hosszát, cm-re. És most is elolvassuk az eltérést. Ő 27 mm, azaz 2,7 cm. Az utolsó pedig 10 cm-es távolság esetén. A kapott értékeinket táblázatba foglaljuk, kiszámoljuk az eltérítés szögét, majd meghatározzuk a fényforrásunk hullámhosszát. We'll be right back.
Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!